Hajdú János a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mit akartak ettől a férfitől? Kiderült? Én azt gondolom, hogy így akarni semmit nem akartak. Egyszerűen az történt, hogy rosszkor volt rossz helyen gépkocsijával, egyik helyről a másikra menet, olyan útirányt választott, ami nem volt jó. Hogy ezt miért tette tévedésből, szándékosan, ez egy részletkérdés, belefutott egy fegyveres csoportba, aki a gépkocsijától, vagyontárgyaitól megfosztva bezárta és 3 napig fogva tartotta. Mert egyébként nem ez volt a szokásos útvonal, amin ő minden nap járt, mert azt legutóbb, amikor telefonon kérdeztem önt itt adásban, amikor kiderült, hogy egy magyar férfi bajba került Ukrajnába, és hogy a speciális egység már úton van, akkor azt mondta, hogy kint él, illetve kint dolgozik, és a saját gépjárművét, már mint hogy magyar rendszámú gépjárművet használ ott. Tehát innen mondjuk nem volt nehéz azt felfedezni, hogy egy külföldi állampolgárról van szó, de nem azon a szokásos útvonalon közlekedett ez esetben, mint amit mondjuk minden nap megtett a munka és az ottani otthona között. Hogy miért ezt az útvonalat használta, ennek a vizsgálata jelenleg folyik. Nyilván megpróbáljuk mi is kideríteni, hogy miért vezetett erre az útja neki. Tehát nem erre szokott közlekedni napi szinten? Hát nyilván nem, hogyha itt harcok folytak. Tehát valamiért vélhetem, vagy hát, lerövidítette. A harcok aznap kerültek oda. Nem, hát azért itt Donyec térségében, Donyec régióról beszélünk, itt a harcok azért nem tegnap kezdődtek. És elég súlyosak. Csak arra az útra. Elég súlyosak, és tisztázni fogjuk ezt a körülményt, hogy miért ment arra. Na, szóval, hogy, és akkor az derült ki, hogy nem akartak tőle semmit? Sem tőle, sem mástól, semmilyen váltságdíjat nem kértek érte a fogvatartói. Valahogy ezt szerintem úgy közelítsük meg, hogyha elrugaszkodunk Kelet-Ukrajnától, és bárhol a világon veszünk egy várost, amit fegyveresek tartanak ostrom alatt, a másik fegyveres csoport védi ezt, és ebbe egy idegen bekeveredik, akkor azt el fogják fogni minden helyen. Miért? Nem tudják, hogy ki ő, nem tudják, hogy mit keres ott, nem tudják, hogy miért megy keresztül. Jó lehet még később. Tehát van számos indok, ami miatt vissza fogják őt tartani, és a csonos ez történt itt is. Uh-huh. És ők a város védői, vagy a város ostromlói voltak? Én ezt úgy tudnám önnek fogalmazni, hogy fegyveres csoportok elfogták ezt a magyar férfit. De most nem mondhatja el, vagy nem derült nem ki. Nem szeretnék belemenni ezekben a részletekben, hogy mely félhez tartozó fegyveres csoport. Oroszok voltak, vagy ukránok voltak. Különben nem is tisztem azt gondolom megállapítani. Nekem ez nem olyan nagyon fontos. Egy dolog fontos. Az, hogy ez a férfi magyar állampolgár bajba került, a teknek lépnie kell, és a tek lépett. Hát akkor talán abból kiderül, hogy kik segítettek a teknek, az ukránok, vagy az oroszok? Ilyenkor a segítség az nagyon sokrétű. Először is a teknek saját lábra kellett állni az ügyben, és eddig 5 alkalommal azért megtettük. 5 alkalommal 8 embert hoztunk haza ezzel a magyar állampolgárral kapcsolatban válsághelyzetben, válságövezetből. Itt is megtettük. A tudomásunkra jutástól számított pár órán belül a térséget elértük. Tehát ez a fajta gyorsaság, ez kellett. És nyilván kellett, és engedje is meg, hogy megköszönjem akár az ön műsorában, és az Orosz Föderációnak azt a segítséget, amit kaptunk, vagy az Ukrán Belügyminisztériumnak azt a segítséget, amit adtak ebben az ügyben, és minden más partnerszolgálatnak, aki segített. Tehát akkor mind az ukránok és mind az oroszok segítettek önöknek. Így van. Tehát itt semmiféle konfliktus ebben a bajban, ebben a vészhelyzetben nem érződött. Információcserékről kell beszélnünk, tehát így értse a segítséget alapvetően. Hát ebben a helyzetben az így egy van. Óriási segítség. Így van. Egyáltalán kellett-e valakivel tárgyalniuk, azon kívül, hogy információkat kértek, kaptak, közöltek, de hogy ki volt a tárgyaló fél? A fegyveresekkel ki tárgyalt? Az oroszok, ukránok, most mindegy is, tehát hogy egy ottani partnerszervezet képviselői, vagy önök? Folyamatos tárgyalásban voltunk. Nyilván meg kellett szólítani azokat, akik a férfit elrabolták. Először meg kellett találni. Fogvatart. Így van. Ez aránylag gyorsan ment, az első órákban ezt sikerült kiderítenünk. Tárgyalnunk kellett a partnerszervekkel, tárgyalnunk kellett az ott helyben lévő és a területet uralókkal. Úgyhogy nagyon sok mindennel kellett tárgyalnunk, és ez két síkon folyt. Folyt egyszerként Ukrajnába a teknek a kiküldött speciális egysége kapcsán, folyt a krízisközpontba, és tárgyaltunk 3 napig, és a 3. napon sikerült váltságdíj és pénzfizetés nélkül kihozni ezt a férfit. És hogyha ezek az emberek igazából nem akartak semmit a magyar férfitől,
csak ő rosszkor rossz helyen járt, gyanús volt, külföldi volt, háborús övezetről beszélünk, konfliktusos övezetről beszélünk. Mindenki, aki nem hozzánk, hanem mi csoportunkhoz tartozik, az gyanús, az akár ellenséges erőnek is felfogható, ezért fogták őt el. Akkor miről tárgyaltak önök? Be kellett bizonyítani, hogy a magyar férfi az nem kém, vagy nem ellenség, és engedjék el? Vagy mi pontosan, volt a pontosan ez történt. Tehát meg kellett győzni őket arról, hogy nem ártó szándékkal van a térségbe. És különböző dolgokról kellett őket meggyőzni, hogy el is engedjék őt. De ez a legfontosabb dolog volt, hogy ő véletlenül volt ezen a helyen, nem ártó szándékkal, egy teljesen... Mi az érvrendszerük? Az az ember, aki ott van, és éppen fogva tartják, hogyha szót ért velük, akkor nyilván akár meg is győzheti őket ott a helyszínen, hogy ember, hát itt dolgozom 5 éve, meg hát nézd, nincs nálam semmi, gyerekem van itt a fotója, vagy bármi, tehát bármi előfordulhat. Hát valószínűleg ezek hangzottak el, és el is fogták. Ja, de önök Magyarországról, illetve a kollégák, akik már úton voltak, hogy megérkeztek, mivel tudnak érvelni? Esküszünk, hogy XY, magyar állampolgár, az nem ellenség, vagy mi az érvrendszer? Én a célokat tudom önnek megfogalmazni, hogy mit kell elérnünk egy ilyen tárgyalásnál, amit az előbb is említettem. Igen, meg az érdekel, hogy mivel érik igen, el. Igen, én ezt tudom, és engedje meg, hogy itt egy picikét visszavonuljak ez a válasz elől, mert nem fog tudni belemenni olyan szakmai részekbe, ami árthatna esetleg a későbbi folyamatainkba. De nyilván vannak olyan évrendszerek, vannak olyan... Ebben a fenyegetés is beletartozhat? A részünkről semmi szín alatt. Verbális fenyegetésre gondoltam. Nincs rá szükség. Annyira jól meg tudják győzni. Sem Magyarországnak, sem a területási központnak nincs szükség arra, hogy fenyegessen bárkit. Itt érvekről van szó, egy tárgyalási taktikáról van szó, mindig az adott helyzetre kialakítva. Ez nagyon fontos dolog. Fontos, és azért az nagyon fontos, hogy azokkal a szolgálatokkal együtt dolgoztunk, a hitelességünk megvan, vagy nincs meg. Itt azért a legnagyobb szolgálatokkal dolgoztunk, és dolgoztunk máshol a világ ennél rosszabb részein, Szíriában, a különböző helyeken, a nagy titkos szolgálatokkal és partnerszolgálatokkal. Hát az a fegyveres, aki ott a gyanús autót feltartóztatta, és abból az embert kiszedte, az ön szerint tudja azt, hogy majd a tech-nek milyen sikerei voltak? Vagy nem őt kellett meggyőzni. Azokat, akik nekünk ebbe tudtak segíteni, a partnerszolgálatokat, de nem most, hanem az elmúlt években. Tehát mi nagyon komoly munkát végeztünk, hogy a hitelességünk meglegyen ma a világon mindenhol. Nagyon komoly munkát végeztünk, hogy a nemzetközi kapcsolatrendszerünk, amit fölépítettünk, az működjön. Több mint 50 országgal van ma olyan partnerszolgálati kapcsolatunk, ami azért a térségben is egyedülálló. És van egy gyorsaságunk, amire azt mondom, hogy nézze, adott költségvetésből dolgozunk, ezek nem nagy pénzek, de a motiváció az embereinkben, azt tudjuk azt, amit a világon bárki. Tehát vannak olyan motivált, és vannak olyan jó embereink, akik tudják ezt a motivációt, a gyorsaság, ez kellett hozzá. Hát jó, itt azért a terület közelsége is kellett hozzá. Ez nyilván nem kisebbíti az önök érdemét, és annak örülünk, hogy a férfit kiszabadították tárgyalással, és hogy sikeres lett az akció. Ő már itthon van? Úgy fogalmaznék önnek, hogy biztonságba helyeztük. A krízis zónából, a fegyveres konfliktus zónából kivontuk és biztonságba helyeztük. Ő már éli az életét. Tehát akkor nem biztos, hogy hazajött, hanem dolgozik tovább. Én ebből ezt a következtetést vontam le. Semmilyen bántódása nem lett a férfinek. Sem fizikai, sem mentális bántódása nem lett neki. Nyilván ez hozzájárult az, hogy sikerült gyorsan az előbb elmondott évrendszer és gyakorlati dolgok felsorakoztatával sikerült gyorsan. De hogyha ez elhúzódik, akkor lehetett volna sokkal súlyosabb is. Tehát azért nekünk itt nagyon-nagyon szorította az idő, nagyon nehéz helyzetben vagyunk. A térség, mint mondom, Donyec régió ma egy komoly fegyveres konfliktus alatt álló térség. Tehát sietnünk kellett nagyon. Hát gondolom az idő múlásával bárkinek eszébe juthatott volna, hogy ezt a foglyot még fel tudjuk használni arra, hogy ilyen és ilyen kéréseinket ők és ők teljesítsék. Hál' Istennek ez nem következett be. Köszönöm szépen, hogy itt van. Köszönöm szépen. Önöknek is köszönöm a figyelmet.